tulajdonosváltáson esett át a közelmúltban a korábban német fennhatóságú Ziegler Kft., mely elsősorban a bútor és autóipar számára gyárt különböző szigetelő anyagokat. A hírt július 31-én sajtótájékoztató keretében közölte a cég, melynek keretében a sajtó munkatársai és a vállalat bábolnai dolgozói megismerhették az új japán tulajdonost és jövőbeni terveit. Milyen igény vagy szükségesség hozta létre, hogy a Ziegler beolvadjon egy nagy japán cégbe? Now the expectations are very exciting because Teijin is in 6.5 mind a európai, mind a Ázsia csendes-óceáni régióban nagy fejlődésre számítanak ezáltal az egyesülés által, főleg mivel a Teijin Group az egy több mint 6 milliárd eurós árbevételű cég. Második fontos tényező, hogy a japán oldalnak olyan szövettechnológiai lehetőségei vannak, amivel jelenleg a Ziegler még nem rendelkezik, és így ez egy hatalmas előrelépés lenne a Zieglernek. Advantage for us in the future. Ez azt jelenti, hogy ez tulajdonképpen inkább szakmai, mint pénzügyi előrelépés? It is very elsősorban ez egy hatalmas technológiai előrelépés, ami viszont magával hozza majd a gazdasági, illetve pénzügyi fejlődést is. Ezt mindenképp meglépték volna, vagy pedig miután megismerték ezt a japán céget, ezután jött az ötlet? I worked since 20 years with Japanese companies and have a lot of experience with Japanese companies. Dolgozik együtt japán cégekkel, így nagyon sok tapasztalata van velük kapcsolatban, így abszolút izgatottan várták ezt a szerződést. Ugye a bábolnai üzemet 2006-ban indították el, majd történt egy fejlődés, egy újabb üzemcsarnokot is üzembe állítottak. Mennyire jött be nekik ez a magyarországi fejlesztés ez alatt a 12 év alatt? Egy stratégiai pozícióban van Bábolna, ugyanis rengeteg automobil gyártósor, illetve gyártócég veszi körül, többek között például Magyarországon belül Kecskemét vagy külföldön Pozsony, és emiatt ideális helyszín Bábolna számukra egy ilyen céghez. Továbbra is ugyanezt a termékstruktúrát fogják folytatni, tehát ezt a fajta termékeket fogják várni a továbbiakban? Jelenleg arra szeretnének koncentrálni, hogy az itteni automobilba gyártott hangszigetelő szövetek minőségén javítsanak, mert ez már egyébként is egy erős, sikeres terméke a bábolnai üzemnek. Hogyan ismerték meg a Ziegler céget, amely az önök hatalmas cégének hasonló termékpalettájával rendelkezik? Ugye ők alapvetően egy szövettel foglalkozó cég, és Európában viszont a Ziegler egy kifejezetten híres vállalat, így amikor Európában akartak terjeszkedni, akkor hallottak róla, akkor ismerték meg. Itt az előadásából kitűnt, hogy elsősorban a Távol-Keleten, illetve Amerikában voltak eddig üzleti érdekeltségeik. Miért gondolták, hogy Európában is körülnéznek, és elkezdik az önök termékeit gyártani, árusítani? Az volt ennek az egésznek a kiinduló pontja, hogy nem lehet csak Amerikában, vagy csak Ázsiában terjeszkedni, ők egy világszerte szeretnék értékesíteni a termékeiket, és így, hogyha Európában nem lennének jelen, az hát gazdasági hátrányt jelentene számukra, és ennek érdekében döntöttek úgy, hogy Európában is mindenféleképpen terjeszkedni szeretnének. Az előadásából az is kitűnt, hogy óriási cégcsoportról van szó, hatalmas számokat említett, melyek ezek a legfontosabb számok, amelyek az önök által gyártott termékeket érintik? Amit tud mondani, hogy a Teijin Group teljes éves árbevétel, 6,3 milliárd eurós éves árbevétel cégről van szó, de ez az egész cégre vonatkozóan.
ebből ez az üzletág, amelyet most megvásároltak tulajdonképpen, mennyi, milyen részt képvisel? A Ziegler kb. 3%-át így tudja adni. Mit várnak attól, hogy megvásárolták a Zieglert? Milyen eredményeket várnak? Itt elhangzott az is, hogy növelni tudják a termelést, a termelékenységben várnak elsősorban, illetve a logisztikában várnak elsősorban fejlődést. Egyelőre még nagyon pontos dolgot nem tud mondani, de ami így rövid távon terv, hogy az új épület fölépítésével egy kicsit a jelenlegi gyárépületnek a hatékonyságán, illetve a munkabiztonságon javítanának, és ez lenne így az elsődleges célpont jelenleg. A dolgozókat ezek a fejlesztések, illetve a cég átvétele mennyiben érinti? Valószínűleg könnyebb lesz a munka az ott dolgozóknak a továbbiakban, többek között például ezért, hogy az épület kitakarítása révén a munka az sokkal könnyebben végezhető, és sokkal biztonságosabban végezhetővé válik. Azt is megtudhattuk, hogy saját fejlesztésű termék alapanyagokat is fognak idehozni. Ezt hogy oldják meg? Magyarországon építenek egy ilyen gyárat, vagy pedig ezt a japán, illetve ázsiai vagy amerikai gyárakból hozzák ide? Ezt Japánból fogják majd küldeni, ez egy nagyon különleges alapanyag, ami felmerült, hogy ezt idehoznák, és ezt Japánból fogják hozni egyenesen. Terveznek-e további fejlesztéseket, akár bábolnán, akár itt ezen az üzletágon belül? Jelenleg a részletekkel ő még nincsen tisztában, de úgy gondolja, hogy minden bizonnyal lesz még fejlesztés itt a régióban. Nem érdekel, hogy ezt a figyelmet, mert a figyelmet nem érdekel.